forog. Figyelek. Szevasztok, ez itt az új videó, kijöttünk egy kicsit Minecraftozni. Sziasztok, kipróbáljuk az új dugóhúzót, kárgavalót. Amit a mágneshorgászat.hu-tól kaptunk. Ugye az előző videóban láthatátok, amikor kibontjuk ezt a csomagot. Elhoztuk a kislányokat is, azokat is bevetjük. Kiscuki. Úgyhogy, de igazából a nagypapival fogunk dobálni. És megnézzük, hogy mit fogunk. És akkor... Na gyertek! Hát most mi legyen? Ugye, előző videóban azt faggattuk, hogy föltegyük ezt a gatyámra, vagy nem, hogy bedobom, akkor ne dobjam. Közd a derekadra! Derekamra? Legalább azzal nem... Jó. Úgyhogy így kötöm fel, mert így nem tépem le a gatyám. Na, hát akkor az első dobás. Amúgy van súlya. Edzettem a kondiba, direkt ilyen kalapácsvetést, úgyhogy... Majdnem sikerült. Lehet, hogy előtte ki kellett volna pugózni. Ja, majdnem letépte a versenyt. Amúgy, mi az a csomó? Ó, de nem tudom, ez ilyen Gordius. Megoldottuk a csomó problémát. Komoly. És az első dobás. Az első dobás egy nádi nyelőce, igazán ritka fajta, egy olyan 30 centi hosszú, szóval szerintem ezt még dobjuk vissza, hogy hagyd nőjön. Hoppá! És fogtunk már is egy műcsalit. De jó, tök jó. Van egy műcsalink. Na dobjuk be megint. Hát próbálom úgy bedobni, hogy jó messzire menjen! Amúgy egész jól be lehet dobni, igazából ez a kötél hosszúság elég is. Érzem rajta, hogy sokkal mélyebben lemerül az iszapba, mint a 160 kilós kis tesója. És fogtam egy szöget. Na, hát igazából ez így fog menni a nap további részébe is. Fejemre teszem a GoPro-t és nézzük, hogy mit fogunk. Betették a kosár. Azt írja a Top Joy, hogy szeres jobban. Ennél jobban már hova? Ó, ezt tudod mi? Én megmondom, ez az aranybula. Tényleg, aranybulla. Mennyi az? 1222? Neki tudja. Én nem tudom. Ha jól emlékszem, annyi. Hoppá, várjál. Mi ez? Kapás jelző. Valaki éjszakázott. Csipesz. Csipesz. Hello. Velem? Tudja a bána. Jó régi. Nem tudom. Egyelőre itt ennyit fogtunk, kicsit tovább megyünk, megnézzünk pár másik vízparti részt. Aztán... Kicsi, hogy akkor vesz, amikor mosogatok. A cseléd addig mosogat. Úgyhogy menjünk. Megérkeztünk az új helyre, megnézzük, hogy itt mit fogunk. Igazából lassan kezdődik a World Urban Games, úgyhogy arra most ki szeretnénk nézni a döntőre. Úgyhogy még van kb. Fél óra, addig dobálunk, aztán meglátjuk, jó? Tíz. Mi az? Na mutasd! Beszart! Igazi relikvia. Borsodipus. No reklám. Erre így mutatom. Na
mai nap igazából ennyi volt, nem sok mindent fogtunk, hát ilyen is van, ez is benne van a pakliban. Hát most nem adta ki, na, hát most... Ja, viszont a mágnes, amit kaptunk a mágneshorgászat.hu-tól, baromi király, mert hogy sokkal-sokkal mélyebben tudom az iszapból kihúzni a tárgyakat. Én úgy érzem, hogy amikor bedobom, mélyebbre merül le. Szóval nem tudom, én mint így kezdve, most voltam elsőnek Ubival. Ennyi 160-as, a másik a kisebb. Ja. Nekem az bőven elég volt, az kényelmesen bedobod, de viszont ezzel sokkal jobban érzed azt, hogy dolgozik. Ezzel a 160-as ugye el van az iszap tetején, húzgálod, amit elkap, elkap, de most érted, 160-as meg egy 400-as több, mint a duplája. Ja. Érezhetően más. Súlyban is, meg hát ugye... Jó kondi ez dobálni egészen. Igen, amúgy elég fárasztó volt. Bár nem tudom igazából, hogy mi az, amit a 160-as nem húz ki. Az is mindenfélét kihúz, tehát én a 160-assal kihúztam 3 széfet, sisakot, meg ilyeneket, kisebb, apróbb dolgokat, úgyhogy igazából minden használható mindenre, de mégse, mert ez, ha ez rátapad, akkor az tudja, hogy kihúzod. Úgyhogy a további próbálkozásainkat viszont még ebben a videóban most láthatjátok. Szevasztok, folytatjuk a videót. Zsolti most nem jött el, mert másnapos, de helyette itt van velem Pucu, megnézzük, mit fogunk. Most a Dunának egy másik szakaszára jöttünk, ami tökre eldugott és nagyon titkos. Erről se tudhattok. Na gyertek! Na menjünk! Baszolj! Emeld fölfele! Van rajta valami. Ez valami nagy? Hú! Mi az? Nincs a sláda. Ah, csak egy izé. De már... Tele van kagylóval. Megint ez sem jön le. A 400 kilós mágnes előnye. Amit megfog, azt nem ereszti. Azt nem. Konkrétan leszedni se lehet. Kösz! Na mi van? Az valami? Az mi? Mi ez? Valami cső. Fegyver? Nem. Van rajta zsinór. Zsinór is van rajta? Júzzuk. Az mi? És ez mi? Ó! Oh, egy jó izé. Ez jó, furas. Ez van. Meg egy... Biciklivá? Ne, aha. Olyasmi, aha. De szét van vágva. Nem véletlen. És azt hogy szedem le? Jó. De nincs rajta alvásszám. Dobáljunk tovább, lehet, hogy a többi alvász rész is itt van. Új. Csigabiga. Csigubigu le is van rajta. Az mi? Egy meteorit. Hívó kemiát voltam. Kő? Ja, valami beton. Fúj, ez mi? Nem tudom. Isten. Valami ládatető? Valami olyasmi lehet, ja. Új hely, ez is nagyon titkos. Még véletlenül se a soroksári kompnál van. Úgyhogy gyertek, dobáljunk. Ó, egyből bedobtam valamibe. Igen? Kis hiszap. Jó, hogy csinált. Azta. De valami cső. Ez van még? Mi ez? Becabolt? Nem. Nem. Fogantyúja van.
Van, hát, tudom, van köret. Izé. Kormány. Zár. Na kajak. Mit keres itt? Mit keresnek? Ennyi volt ez a videó, kipróbáltuk a 400-as mágnes, tök király, ha szeretnétek, akkor szerezzetek be egyet a www.mágneshorgászat.hu-ról. Köszönjük a mágneshorgászat, jó voltából még egyszer ezt a mágnest, hogyha a tripárjára hivatkoztak, semmilyen kedvezmény nem kaptak. Igen. Szeretnétek továbbra is hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobtok egy lájkot, és a következő videóban tovább teszteljük a mágnest. Szevasztok!